Hálával is, a köszönöttel üdvözlök benneteket, és mint szokás szerint a minden évben szoktam a támogatóinknak, a barátainknak, ismerőseinknek, akikkel együtt sikerült az elmúlt 2022-es évet együtt vinni, segítve egymásnak, és támogatva egymást abban a munkában, a küldetésben, amit csinálunk. Az Afrikai Alapítvány keretében szoktam évzáró vagy évnyitó köszöntőt mondani azoknak. És most is megragadom azt a lehetőséget, hogy köszöntőt mondjak nektek. Most a kicsit másképpen fogom ezt a köszöntőt kezdeni, vagy más gondolattal szeretném. Aki emlékszik, a tavaly beszéltem a fenntartható szeretetről, megújuló szeretetről. Most pedig szeretnénk beszélni a hálával, a háláról és a köszönetről. Képzeljétek el, hogy az év végén Kongóban voltam, és az év elején pedig indítottunk az árvaházunknak a újabb körét, újabb ciklusát, amely 12 bent lakó árvával lesz, és a 13 külső árvákkal fog foglalkozni, amely kb. Összességében 25 árva. Most folyamatosan visszük be az árvákat, és a kiválasztás megy, de jelen pillanatban 7 árva már bent van az árvaházban. És az első árvaház sikeresen lezárult, akik követik nyomont a munkánknak, és tudják. És figyelmes voltam két eseményre. Az egyik esemény, vagy az egyik jelenség az, amikor az árvák, az új árvák, akik eléggé szegény családból, szülők nélkül érkeztek az árvaházukban, megszerveztük nekik egy karácsony ünnepséget, és a magyar emberek voltak is kint Kongóban, amikor ajándékokat vittek nekik. Tehát mondhatunk, ebben az évzáró környékén ezek a gyerekek nagyon sok ajándékot kaptak, és amely nem jellemző Kongóban. És figyelmes voltam valamire. Egyrészt a gyerekek minden egyes ajándékot megköszöntek. Elsősorban franciául, merci, merci, amikor kaptak valami ruhát, valami csokit, meg ilyeneket. Megtanítottuk őket arra, hogy mondják magyarul azt a szót, hogy merci, ami nem más jelent, mint köszönöm. Pillanatra megtanultak, és amikor egy magyar, fehér embertől megkaptak valami kis ajándékot, akkor nem francia mondtak merci-t, hanem azt mondtak, hogy köszönöm. És mi volt ebben az egész a köszönöm kifejezés mögött, mint eszme, mint a gondolat rejlett, amit megfigyeltem. Az egyik abszol, amit kicsit ilyen viccesen mondanék, hogy tudjátok, hogy magyar nyelv, ez nagyon nehéz nyelv, de meg is vannak szavak, ami magyar nyelven sokkal egyszerűbb is könnyen megtanulni. Mert azok a szavaknak van ereje. Az ilyen szó például, mint a szeretlek, mindenki megtanul, ugye? Az ilyen szó, mint köszönöm, a gyerekek pillanat alatt megtanultak, miért? Mert ennek a szónak van súlya, van ereje. És nem mindenki számára magától értetődő kimondani köszönöm. Sokan vagyunk, akik kívánjuk egymásnak boldog új évet, de nem vagyunk képesek megköszönni az elmúlt évet. Megköszönni azoknak, akik tettek értünk az elmúlt 2022-es évben, akik segítettek, akik hozzám fordultak jó szóval, akik hozzájárultak, hogy előre menjünk a munkákban, akik segítettek, hogy stabil lelkünk legyen,
spirituális lelkünk legyen. Nagyon sok ember van, akik az elmúlt évben tettek meg, értünk, általunk, velünk, nekünk, hogy a 2022-es év például jó legyen. És azoknak ilyenkor, ahelyett csak, hogy boldog új évet kívánok nekik, hanem meg kell köszönni. A köszönöm szó világ egyik legegyszerűbb szava, és a magyar nyelven a legegyszerűbb szava, a legkönnyebb megtanulható szó. De mennyire gyakorolunk ezt az mindennapjainkban? Sokkal nehezünkre esik kimondani, hogy köszönöm. Sokkal nehezebb esik sokszor kifejezni a hálánkat. Miért fontos kifejezni a hálát? Miért fontos kimondani köszönöm? Nem köszi, nem köszike, mert ebből is rövidítünk, sporolunk. Mert az ember azt mondja gyorsan, kimondjam, hagyj érezze, hogy mit tudom én, megköszöntöm, tovább megyünk, és akkor így vége. De az igazi átgondolt köszönöm, köszöntés, és átgondolt hála kifejezése sokkal nagyobb súlya van, sokkal nagyobb visszhangja van, sokkal nagyobb hatása van annak, akik mondunk, és mi magunk, akik mondunk. Voltatok olyan ajándékban, kaptatok olyan ajándékot, ami benne nem volt igazán köszönöm. Ami nem volt igazán hála kifejezés. Vagy volt olyan ajándék, ami maga az ajándék nem akkora nagy, nem akkora értéket kivisel, de eszmei értéke sokkal nagyobb, mert aki megadta, átgondolt, időt, energiát fektetett benne, ami megadta annak az egész ajándéknak egy nagyobb értéket, eszmei értéket. Például, amikor valaki készített kézzel, rajzol. Én például a kislányomtól egy rajzot kaptam. El tudom képzelni, hogy mekkora időenergiát átgondolt, amikor rajzolta végig. Azt a rajzot. Hogy nekem legyen. El is vittem magámmal Afrikába. És amikor kifejezünk a köszönetünket, kifejezünk a hálánkat. Miért fontos? Az itt fontos. Nem azért, mert. Csak annak, akinek mondunk. Érezze, hogy jó, hanem ezáltal mi is teszünk valamit. Teszünk olyan gesztus, ami arra fejez ki, hogy amit kaptunk, amit nyertünk, az nem volt hiába való. Az értékeljük ezáltal. Ez örömet ad annak az embernek, aki megadta. Kedves támogatóink, kedves barátaink, én ebben a 2023-as évben szerettem volna először megköszönni az elmúlt évet, a közös munkát, a közös sikereket, az áldozatokat, amit oda tettetek, az adományaitokkal, a munkáitokkal, az önkénteseknek a munkája, hogy sikeres 2022 évünk legyen. Ez 20 éves évfordulónk volt az alapítványunknak, és azt gondolom, szépen zártuk sok sikerrel ezt az évet, de nektek köszönhető. Az itt hálásan, nagyon hálásan köszönjük nektek, és igyekszünk kifejezni másképpen ezt a hálát. Igyekszünk az 2023-ban évben is kifejezni ezt a hálát. És ezáltal természetesen, mint ahogy sokan már kívántak nektek, boldog új évet, mi is a boldog új évet kívánunk nektek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és tartjuk össze, ismét várunk titeket a következő még 20 évben, legalább minimum még 20 évben a közös munkában,
és ebben is hálások leszünk nektek, és a köszönetet fogunk nektek mondani mindig, és jók voltatok, és veletek együtt sokra vagyunk képes. Köszönöm viszontlátásra, és viszonthallásra.